Ingyenes beiratkozási lehetőséget kínált a Gyulai Könyvtár az alapító, Mogyorósi János születésnapján. Az előző évek tendenciája alapján azt lehet mondani, egy év alatt 4-5 ezeren szoktak beiratkozni. Az iskolai csoportok rendszeres látogatói az intézménynek. A mindennapokban 16 év alatt ingyenes a beiratkozás. A pedagógusok bevonásával törekednek arra, hogy osztályokat, akár óvodai csoportokat írassanak be a könyvtárba, akik aztán rendszeres látogatókká, kölcsönzőkké válnak. Szeptember 8-án az alapító napján évek óta valamilyen formában rendszeresen megemlékeznek Mogyorósi Jánosról. Igyekszünk mindig azért ilyenkorra valami érdekességet kitalálni. Volt, amikor nagyon sikeres író-olvasó találkozót tudtunk erre az alkalomra szervezni, akik itt voltak esetleg Bauer Barbarának a bemutató kötetének a bemutatóján, a leggazdagabb bárvának a bemutatóján, azok élvezték azt a programot, úgy gondolom, és aztán kitaláltuk azt is, hogy jobban felhívjuk rá a figyelmet, talán érdemes lenne ingyenes beiratkozást biztosítani. Aki ügyes és szemfüles, az tud élni ezzel a lehetőséggel. Hát mind a két könyv 1932-ben, vagy vélhetően 1932-ben jelent meg, az egyikre ugye rá is van írva, az Arany Jánosnak népszerű műveit tartalmazza egy ilyen puha borítású kiadvány formában. Az alapító napján megrendezett antikvárvásáron. Akár az 1930-as években kiadott könyvvel is lehet találkozni. Volt sok olyan adománykönyvünk, ami antikvár jellegű, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezen a mai napon ezeknek az árusítását megkezdjük. Megnézzük azt is, hogy van-e értelme ennek, tehát hogy érdemes-e ilyen dolgokkal foglalkoznunk, hogy ezeket a régi kiadványokat, amelyeket mi nem fogunk tudni beleltározni, mert olyan jellegű helyi ismereti vonatkozású anyagot nem tartalmaznak, illetve hát nagy példányban megtalálhatók akár az ország más könyvtárjaiban is. Ezeket most ilyen különleges módon egy antikvár könyvására kínáljuk, és ha sikerrel szerepel, akkor lehet, hogy többször is szervezünk majd ilyen programot. De a célja magának ennek a mai napnak, hogy emlékezzünk Mogyorósi Jánosra, a könyvtár alapítójára. Dizsi János elmondta, van néhány programjuk, melyeket előkészítettek a közeljövőre. Ezeket mindenféleképpen szeretnék megvalósítani. Szeptember 14-én hétfőn Simonyi Imre 100. születési évfordulójára emlékeznek. Dézsi János kiemelte, a járvány erősödése miatt a zárt térben megrendezendő eseményeken kötelező lesz a maszk használata, valamint a kézfertőtlenítés. A távolságtartás ezeken a programokon biztosítva lesz, így maximum 50-60 érdeklődőt tudnak csak fogadni.